Üdvözlök mindenkit! Én a Zsiga gyerek vagyok, és ebben a videóban egy új sorozattal jöttem el hozzátok, miközben a Jurassic Park Operation Genesis-szel. Ez egy új olyan sorozat lesz, amiben eljutok az ötödik csillagig. Aki nem ismeri a játékot, szerintem önneknek semmit nem mondtam. Ez a játék arról szól, hogy egy saját park, Jurassic Parkot kell létrehoznotok. És különböző fejlesztéseket, nem mindent, tehát az majd részletesen belemegyek. Szerintem vágjunk is bele. Hello, my name is John Hammond, and I am in charge of InGen, the company that you now work for. Your job is quite simple, really. Build a park, create dinosaurs, and entertain people. Of course, we'll be keeping an eye on you as well. We'll watch your park rating and give you feedback on your performance. But in the end, the success or failure of Jurassic Park, it's all up to you. Köszönöm, hogy befejezte. Itt a sziget elkészítésénél vagyunk. Az alakot meghatatjuk, hát legyen fúros fák, mennyi legyen fúrosan. Folyók. Azért legyen. Oké. Nem mondjuk. Így faintos lesz. Hegyek. Legyen egy pici, nem? Most ide vagy oda. Akkor következő. Wow, ilyet is tudok. Sok. A játékban sok időt fetszeltem vele. Ugyanis, hát úgy pár évvel ezelőtt játszottam utoljára a játékkal, és nagyon elnyerte a tetszésemet. Hát alakítsunk ki magunknak valami jó kis mappot, hát lássuk csak. Ó, ez itt tök jó. Átfolyik az én. Egész jól. Egy kis egzotikus hegy is van. Hát... nem is tudom, legyen akkor ez. Kicsit megigazítjuk. Úgy, né. Igen, itt is vagyunk a játékba, ami látható ilyen nézetes, nem tudom, hogy ennek a neve. Hello. Igen, itt a térképünk, amit a tabulátorra hoztam elő, 60 000 dolcsit kaptunk úgy alapból, és itt vannak a levelek. Üdvözöllek az új parkban. Az első dolgod, amit tenned kell, hogy ki kell tesz néhány dinoszaurusz. Keríts el egy területet, és építs bele keltető állomást, majd keltes ki az ég első dinoszaurusokat, jól van. Lényeg ez... új, ja igen, ez a fosszíliás dolog. Ezt most jól elmagyaráztam. Ebben mindjárt komolyabban bele fogok menni, csak... What should we do here? Igen. Ez itt a kezelőfelület. Itt tudjuk fejleszteni majd a... na, parkunkat. Itt tudjuk fejleszteni, hogy pontosan mire kéne kifejlődnünk. Hát én amondó vagyok az mellett, hogy... Yes! Pénzautomatának. Rendben. Ha a tabulátot megnyomjuk, előhozza a ugyebár a térképet. És ahol kattintjuk, oda fogunk menni. És itt egy időjárás is mutat, hogy milyen lesz az idő. Hát lássuk, hol kezdjük el építeni gyönyörű Jurassic Parkunkat. Én mindig valamiért a sziget külső részén szeretem elkezdeni, de hogy miért, azt nem tudom. Ezt ne kérdezzétek. Valahogy így nekem kézenfekvő. És letesszük, ahol majd be fognak áramlani hozzánk a legújabb vevők, és hogy is kell ezt forgatni? Ah, az olyan jó. Nagyon régen játszottam a játékkal, szóval nem nagyon tudom, hogy pontosan hogy is... hogyan vannak itt már a dolgok. Fú. Igen, itt a járda, erre még emlékszem. Na mondjuk húzzunk ideig. Nem is tudom, hogy most mit akarok csinálni. Mindig olyan szabályosan szerettem építeni a dolgokat, hogy itt ide előre szerettem mindig rakni az ilyen étkezőket, meg más szolgáltatásokat.
Például a WC-t ide. WC-t, de hogy is kajálát. Úgy jutott már szembe ilyesmi. WC. Rex Burger, hát lássuk csak, én úgy szoktam, hogy... Na most 16, nem? Az így jó, nem? De. Ja igen, a Q betűvel és az E betűvel tudjuk mozgatni így a képet. Sajnálom, teljes képernyőt nem tudok adni nektek, nem tudom miért, jobb felbontást nem tudok rakni. És nem tudom, hogy ezt hogy lehet neki küzdölni, hogy szép, széles mászló jön, de hát ennyit csak el tudtok nézni. Ja, itt a WC. Az mellékhelyiség, hogy jobban tetszik. Így szépen ide teszünk. Ide is teszünk egyet, mert mindig akkora tömegek szoktak lenni a WC-nél, hogy nem igaz. Igen. Hamburger ez jó. Oké, akkor most jobban belemegyek a játéknak a... alap dolgaiba. Itt egy... szóval... A játék lényeg az, hogy saját... egy saját Jurassic Parkot hoz létre. Itt van ez a látogatóközpont, ahova beárom, majd jönnek helikopterekkel, itt is láthatok a leszállók, helikopterekkel fognak jönni az emberkék hozzánk. Na most nem jönnek, nem jönnek, mivel hogy zárva vagyunk. Igen, itt be lehet állítani, hogy mennyi legyen a belépőjegy, és zárva vagyunk, igen. Hát most $200, de majd lehet, hogy lecsökkentem 100-ra, mert azért még nincs olyan nagy látványosság, de próbálok azért reális árakat adni az emberkéknek. Itt van egy étkezde meg kajálda. Szerintem 2 étkezdét kell, hogy rakjak, mert ez így nem lesz fajn. Még van pénz, nem? Hi. Szendvics, hot dog. Hát itt mondjuk, legyen más a kaja. Itt vagy a hot dog, és hozzá... Ami... Érdekes. Oké. Message from Dr. Grant. Igen. A regés csapat végző társadalás, és egy albaszázó maradmány bukat. Message from the park administrator. Ó, várjunk, még erre is ki kéne térnem. Szóval... What are your instructions? Ezt megpróbálom minél jobban leegyszerűsíteni nektek, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. Oké. Kezdjük. A dino... ugyebár a játék lényeg az, hogy dinoszauruszokat letegyünk. Na. Erre ki egy... pár másodperc múlva kitérek, csak esetleg megcsinálom akkor a dino. Akkor... Na. Na, zsiga. Oké. Összetedett lég... Beszélni se tudok. Oké. Itt látható... egy... kapu. Azt szerintem... mindenkinek feltűnt, nem? Azt mi szépen ezt itt kihúzzuk. Hát, na ennyire. Így. Ennyire. Így. Csináltunk egy elkerített részt, ami egy gyenge biztonsági kerítéssel van véve. És ez itt a keltetünk. Már rámegyünk, itt kapunk alapból élőlényeket. Mindjárt megnézem. Jaj, várjál már minden. Közben magyaráznom is kell. Mi volt az alag? Great to see you again. Na jó, kapunk alapból két dinoszauruszt, egy növényevőt és egy húsevőt. Itt is láthatók. Ez mindig változik általában. Itt, de persze azért leggyengébbet mindig. Itt egy albertosaurus, és itt meg egy... pa... Tudjátok mit, inkább ezt nem mondom ki, mert ezt nekem nem megy. Oké, szóval van egy ilyen dinoszauruszunk. De mint láthatjátok, vannak bizonyos részletek, nagy testű ragadó, de itt nincs semmi. Na, erre térnék ki. Csak akkor tudunk olyan élőlényeket hozzátenni, hogyha találunk DNS-eket. Ánál csontokat kell keresgélnünk az ásatásokon. Mint ember barátaim mondták, találtak is. Amit mindjárt is nézünk. Itt is van. Egy albertosaurus. Itt a DNS kivonásra rámegyünk, okay. És kivonják.
Hát már Albertosaurusunk van, akkor mire jó ez? Mert ez arra jó, mivel hogy egyet találsz, egy csontot, abban egy bizonyos DNS van, de az nem elég arra, hogy életben maradjon. Legalább 50%-os DNS pontnak össze kell gyűlnie, hogy le tudjál tenni egy állatot. De ha 50%-nál több lesz, és ha már 50%-at elhaladta, akkor már az életkora fog növekedni. Tehát minél többet kell keresned, minél több ilyen csontot kell kutatni. Hát lássuk csak. Igen, itt is van. Az Albertosaurusunk 55%-os. Ez a dínom pedig 74%-os. Tehát itt is mutatja, hogy élettartamuk meddig tart. Rendben, akkor szerintem erre is rakok egy dínót. Nem is tudom, ragadozott legyünk, vagy növényevőt. Message from Dr. Wu. Ragadozott, mert én ezt jobban szeretem. Leszünk kettőt, hogy ne unatkozzanak egymás mellett. Mi? Nem unatkozzanak egymás mellett. Várj, most hirtelen én sem jutottam, mit mondok. Oké, ragadozó étel. Ragadozó étel. Hello. Kecske, tehén. Kecske. Automata? Meg maradhatom a manuális. Message from Dr. Grant. No. Fearsome Cretaceous carnivore, Albertosaurus. Please enjoy. Igen, mint látható, itt van az első dinoszauruszunk, az Albertosaurus. Yeah! És még rá is tudunk kattintani, és nézhetjük egy csodálatos állatot. Oké, itt látható, itt elmászkál, él. Ez a legjobb, ez a legérdekesebb benne, hogy a játékban nagyon érdekes. Tehát van intelligencia és a dinoknak, ami engem nagyon tetszett. Ami nekem nagyon tetszett. Itt jobb fő sarokban, itt látható ilyen kisebb ikonok. Itt mutatja az illetét, a boldogságát, hogy mennyire fáradt, mennyire szomjas, és mennyire éhes, ez meg hogy mennyire vad. Ez a korona meg azt jelenti, hogy ő itt a fő gyerek. Tehát ő irányítja a csapatot. Igazából én sem tudom, hogy egyébként ez hogy működik, de biztos, hogy ő irányít. Most erre nem tudok mit mondani. Ó, sötét. I'd like your thoughts on this. Nénes, igen, itt végzett is. 65%-os lett most nem tudom, az Albertosaurusunk. What should we do here? Ja, igen. Ez meg a projektek, amivel új dolgokat tudunk készíteni. Például én csináltam egy pénzautomatát, hogy most már onnan is fel tudnak emberkék venni. Itt látható szolgáltatások, szórakozás, genetika, biztonság, ranger, oltóanyagok. Az oltóanyagok azért szükségesek, mivel hogy az állatok meg is tudnak betegedni. Igen, hát lássuk csak. Kullancs vakcina, veszettség vakcina, gyomorégés vakcina. Hát, yes. Az influenzától jobban félek, szóval inkább azt fogom elsőnek. Egyébként mindig úgy fogom ki, hogy mindig azt kapják el a dinók, amit még nem fejlesztettem ki. Igen, itt... erre is jobban ki kéne térnem, igen. Ez pedig itt az ásatások, ahol... hogy hol ásunk területen. Hogy milyen területen ásunk. Itt megnézzük közelebb, itt háromfajta ásatási területet tudok kiválasztani magamnak. Itt rá is mutatok, ott van korszak, kréta, csapatok, 1/2, tartalom jó, folyamat. Igen, ott látható, hogy töltődik. Oké, erről ennyit. Több csapatot is lehet majd venni, amit én nem tettem meg, mert piszak drága, majd később fogok ezt a későbbiekben fogom megtenni. És úgy látom, hogy ezeknek nincs innivalójuk, szóval itt létrehozunk egy kis telecskát. Éhen ne szomjazzanak. Nagyon intelligens iga. Szóval most már ihatnak is az állatkáink. Great to see you again. Általában én ezeket el szoktam adni, mert csak én úgy vagyok el, hogy most minek a legyen ott. Egyszer pénzt is ér. Rendben. Oké, itt mostantól van egy dinoszauruszunk, ami nagyon király. Mennyink van? 29.
Ó, basszus, hogy az FPS-jel belemutat, majd át kell tennem máshova. Ti a videóban nem látjátok, mert engem nagyon zavar. Oké. Tegyünk is le ide egy kilátót. Mivel, hogy a kerítésen keresztül nem látnak semmit ezek a szerencsétlen emberkék, ezért inkább így ide teszem. Hello. És great. Meg is nézhetjük, hogy mit láthatnak majd mink, vagyis az emberkék. Itt láttatok el? Albertosaurusaink. Szerintem tetszeni van nekik. Nyitva legyen. Mennyi legyen a pénz. Message from Dr. Grant. Legyen most úgy 4-6 dollár. Itt meg neveket is adhatunk, ami nagyobb hírnevet ad neki. Hát ez nagyon szükséges. Igazából csak úgy van. Tehát igazából nem tudom, mire jó. Mennyire jó ez. De azért szoktam álligatni. Igen, újra találtunk egy Albertosaurus maradványt. Yes. Így mostantól még tovább fognak élni. De persze csak az... Persze csak azokra vonatkozik, már azokra az Albertosaurusokra fog vonatkozni, amelyek még nem születtek. Tehát ezekre már nem fog vonatkozni. Ezek addig élnek, amíg élnek. Igen. 7 hónapig. Vagy... Hogy van? Igazából én sem tudom még teljesen. Pedig sokat játszottam a játékkal. Lényeg az, hogy van etetőjük, itatójuk. Nagyszerű. Most erre a részlegre megrakjuk a növényevőnket. A játék szerint, hát nem fogom most sokáig űzni ezt, akarom mondani, nem akarom még ezt olyan hosszúra csinálni ezt a videót, ezért elég hamar vége lesz ennek a videónak, mivel hogy először is csak ilyen bevezetőnek mutatom ezt, meg még sajnos nincs olyan sok a helyem, nincs sok hely a gépemen. Ami elég zavaró tényező. Hát az elég kicsit. Nem baj az. Igazából ez még csak kezdetleges, mert a növényevőket egy helyre szoktam rakni. Hát ez nem tudom mennyire kifizetődő, de én általában mindig így csinálom. Hatalmas nagy helyet elkerítek az én növényeimnek. Nem tudom, most rakja a ketetőt. Hát ezek megeszik itt a füvet is, nem baj. Mindegy. Van itt egy tök jó ötletem. Oké. Hogy akartam? Ja, igen. Itt ezt letesszük. Beállítjuk. Nyitva. 8. Igen, mindjárt megnézem. Hát akkor legyen járóka. Majd még állítgatom. Oké. Igen, bejelenti a kis hangos bejelentőnk, hogy van itt egy ilyen dino is. Igen. Nagyszerű. Itt ezek közé rakok egy ilyen szép kis nagy kilátót. Hát nem tudom mennyire fogok örülni, de hát... Én most már itt... Várjál, azért több mani legyen, mert egyszerre kettő helyzét is láthatnak. 60 dolcsi. Rendben. Vannak állataink, étkezőink, vécéink. Szerintem elkezdhetjük a... Vagyis nyitva... Vagyis megnyithatjuk most a már Jurassic Parkunkat is. Igen. It gives me great pleasure to declare the newest wonder of the modern world, Jurassic Park. Now open. Nagyszerű. Na, szerintem mára ennyi elég volt. Megnyitottuk kapuinkat a Jurassic Park. Megnyitottam saját Jurassic Parkomat. Nem sokára akkor jövök a következő. Ó, basszus, hogy pont beleszól ez is. Na mindegy. Jövök a következő videóval nem sokára. Sziasztok!